Nemzeti, mint gazdasági, vagy mint szociális szempontból egy fenntarthatatlan világ felé visznek. 21. században nagyon sokféle globális válság fenyeget minket, és nekünk, mint parlamentnek, és mint felelős politikusoknak az a szerepe, hogy egy olyan pályára álljunk át, ami ezt a válságot megelőzi, és egy fenntartható pálya, hogy hosszú távon az unokáink számára át tudjunk adni egy olyan életteret, egy olyan társadalmat, amely sokkal élhetőbb, mint a jelenlegi. Ezért fontos volna az, hogy a közpénzek eredményességi felhasználásánál a fenntarthatósági elvet is figyelembe vegyük. És itt ebben a felszólásomban 17-es jeleztem, hogy miről is szól ez a 17-es javaslat. Itt az állami számvevőszék, hogy itt a közpénzügyeket vizsgálja, ezzel természetesen mi is teljes mértékben egyetértünk. Viszont itt az alapítványoknál, társadalmi szervezeteknél, közhasznú szervezeteknél és egyéb kezdeményezett szervezeteknél végzett vizsgálatoknál egy olyan betoldást javaslunk, hogy a meghatározott célra, az ingyenes vagyonjuttatásba részesül, vagy támogatás, vagy a vagyonjuttatás céljával összefüggő gazdálkodási tevékenységének egész ellenőrizhető. Tehát, hogyha egy alapítvány mondjuk 1%-os felajánlásokat kap, vagy egyéb közpénzből részesül, akkor ezeket lehessen vizsgálni. Ne kelljen az alapítvány egészére az állami számvevőszéknek is, mert itt vannak más felügyeleti szervek is, a kivizsgálást tennie, hanem igenis a civil szférának a túl bürokratizáltságát, ezt az adminisztratív terhet, mert most is nagyon súlyosan nyögi a civil szféra, ezt próbáljuk csökkenteni. Amennyiben egy ászellenőrzés, és nem ügyészségi ászellenőrzésről beszélek, ott a gazdálkodás egészét érinti, akkor egy kis civil szervezetnél ez lefoglalja szinte az összes erőforrást. Tehát nagyon fontos volna látni, hogy itt a civil szervezetek adminisztratív terhének csökkentésénél, ha közpénzt kap a civil szervezet, azzal számoljon el, lehessen vizsgálni. Viszont azt a közpénzt lehessen vizsgálni, amit közpénzt kapott, és ne az egész szervezetnek a gazdálkodását, mivel ez hatalmas adminisztratív terheket jelent. Köszönöm szépen, még fogok felszólalni. Köszönöm szépen. Most Nyikos László képviselő úrnak adok szót a Jobbik képviselőcsoportból, ugyancsak 6 perces felszólalásra. Parancsoljon képviselő. Köszönöm szépen, elnök úr. Nem akarok visszaélni azoknak a türelmével, akik ilyen késői órán még kényszerből vagy érdeklődésből itt hallgatják ezt a vitát. Lényegesen több mondani valóm lenne, mint amit el fogok mondani. Tekintettel a tekintendőkre. Elnök úr, engedje meg, hogy röviden azzal kezdjem, hogy én az általános vitában elmondtam és részben indokoltam azt az álláspontomat, miszerint egy rossz törvény van készülőben. Azért, mert ez nem volt előkészítve, nem voltak meg azok a szakmai műhelyi viták, amik itt jó néhány kérdést tisztáztak volna. Azért sem, mert a bizottságban sem sikerült ezt olyan mélységig tisztázni, mint ahogy ezt kellett volna. Nos, ez a véleményem, vagy ez az álláspontom, ez megerősödött, miután megnéztem ezt a 118 módosító indítványt. A maga puszta tény, hogy egy törvényjavaslathoz 118 módosító indítvány érkezik, az önmagában mutatja, hogy itt valami nincs rendben. Annál is inkább nincs rendben, mert a kormány oldalról is a Dancsó képviselő úr önmaga 28 módosító indítványt tett, hogy kár, hogy nincs itt, és még nagyobb kár, hogy nincs itt az előterjesztő, Rogán Antal úr, aki élére állt ennek a igen gyenge minőségű törvényjavaslatnak, és nem utolsó sorban nincs itt Domokos László, vagy képviseletében valamelyik, illetve nem az alelnöke, aki úgy hozzászólásra jogosult lenne. Tehát a legérintettebbek nincsenek a teremben, és ez meglehetősen lelombozó számomra, hogy ilyen körülmények között folytassunk itt részletes vitát egyébként fontos kérdésekről. Mert ebben a 118 módosító indítványban tükröződik mindez a probléma, ami a törvény egészére jellemző, hogy tudnék sem a szakmai tartalmát tekintve, sem a szerkezetét tekintve, sem az ellenőrzés gyakoriságát vagy fogalmi hátterét tekintve nincs kellőképpen ez kimunkálva.
Miután két részletben lesz mód itt a hozzászólásokat megejteni, pontosabban két szakaszban, ezért az első körben rendelkezésemre álló időben a magukról a módosító indítványokról mondanék néhány szót. Annak ellenére szólok én hozzá, hogy ugye miután én nem hiszek abban, hogy ez egy jó törvény lesz, sem a frakciónk nem nyújtott be módosító indítványokat, mondván, hogy egy ilyen úgymond halott tetemben nem lehet módosító indítványokkal injekciókat, illetve élet elixírt belevinni, tehát a dolog abból reménytelen. Mégis hozzászólok, mert tisztelem azokat a képviselőtársaimat, akik hisznek abban, hogy ebből a törvényjavaslatból lesz egy jó törvény, és az ő irántuk való tisztelet, meg a szakmai iránti tisztelet, meg némiképp az én szakmai hiúságom mondatja velem, amit most el fogok majd mondani. Mindjárt itt a kettes, az ajánlás kettes pontjában azok az értelmező rendelkezések, amiket MSZP-s képviselőtársaim fogalmaztak meg, ezek nagyon jól rámutatnak arra, hogy ennek a törvényjavaslatnak hiányoznak az alap fogalmainak a definíciói. Ugye az utóbbi időben, hosszabb évek óta most már egy törvény úgy szokott megszületni, hogy az elején az van, hogy e törvény értelmezési, e törvény vonatkozásában ezek a fogalmak ezt és ezt jelentik, tehát definíciók. Itt van a közpénz fogalma, ami nincs definiálva, és magának a számvevőszéknek a pénzügyi ellenőrzési fázisa, vagy a gazdasági ellenőrzési fázisa sincs definiálva. Tehát egyszerűen nem lehet tudni, hogy miről beszélünk. Ugye én mondtam egy hasonlatot, és itt is hadd említsem meg, a jegyzőkönyv talán megörökíti majd, hogy ugye, hogyha épül egy ház, aminek a építésében sok szakma vesz részt, a kőművestől az ácsig, a festőtől az asztalosig, ugye nem ismerik mondjuk a derékszöget, hogy a derékszög az 90 fok, és nem ismerik a mérőónt, ami a függőleges falat garantálja. Akkor ebből a házból egy Hundertwasserhaus lesz, ami Bécsben lehet a csodájára járni, hogy valami szerencsétlen pillanatában meg ihlettett alkotó hozta létre. Tehát nincsenek fogalmak definiálva ebben a törvényjavaslatban, és ezért egyszerűen érthetetlenek az olyan kifejezések, amikre egyébként hivatkozik az előterjesztő. És ugye ez mutatja azt annak a műhelymunkának a hiányát, hogy milyen nem voltak műhelymunkák, nem volt előzetesen szakemberek között mód kicserélni a tapasztalatokat, megegyezni abban, hogy mi a közpénz, mi a pénzügyi ellenőrzés, mi a gazdasági ellenőrzés, mi a gazdaságosság, hatékonyság, eredményesség, etc. Ezért esetlegesek ezek a kifejezések, és nem lehet egyértelműen követni azt a logikát, ami a szakmai tartalmat képes volna bemutatni. Az első körben egyet köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen, képviselő úr. Most Göndör István képviselő úr következik az MSZP képviselőcsoportból, ugyancsak 6 perces időkeretben. Parancsoljon, képviselő úr. Köszönöm szépen a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt képviselőtársaim. Én magam is azon a szálon próbálnék elindulni, amit Nyikos képviselő úr mondott, hogy én azért nyújtottam be a képviselőtársaimmal sok módosító indítványt, mert hittem abban, hogy kialakul egy együttműködés, és a kormánypárti képviselők, és akik megfogalmazták a törvényjavaslatot, veszik ezeket a lapokat, és tovább javítják, és tovább finomítják. Bíztam abba, hogy nem esünk bele abba a hibába, mint amire hivatkoztam az általános vitánál, hogy az alaptörvényben, a 43. cikkben elég komoly probléma van. De ide majd a preambulumnál szeretnék visszatérni. Azt már most jelzem elnök úrnak, hogy én tudom, hogy házszabály szerint arról külön kell vitatkoznunk, de valójában összefügg például a 4-es módosító javaslattal is. Tehát ennyiben
talán ott majd akkor rövidebben lehet erről beszélni. Az első, a kettes ajánlási pont. Továbbra is tartom, és itt is azt gondoltam, hogy inkább bővítik majd kormánypárti képviselők a fogalomtárat, mert ahhoz, hogy a vizsgálatnál, a vizsgálat eredményeként kialakuló helyzet szubjektív elemeit lehetőleg a minimálisra csökkentsük, vagy a vitás kérdésekben való eligazodást segíthetjük, akkor ahhoz kell mindenképpen egy fogalom meghatározás. Szóval csak egy ilyen kicsit, ha kiemelnék, hogy az ellenőrzés támogató tevékenység, mert az ugyan később, a vége felé megjelenik a törvénynek, hogy aki akadályozza, meg szándékos, meg meghiúsít, de akkor ki kell mondani, hogy mi a meghiúsítás például. Arról nem beszélve, hogy bizony akár gazdaságossági, hatékonysági, eredményességi vizsgálat, ezeket mind-mind rögzítenünk kellene, hogy melyik micsoda, mit értünk alatta, és ebben az esetben lehet azt mondani, hogy az ellenőrzött szerv, amennyiben ezeknek nem felel meg, akkor számíthat azokra a szankciókra, amit a törvényjavaslat kilátásba helyez. A hármasnál szeretném fölhívni a figyelmet, hogy ez összefügg a hetes ajánlási ponttal is, amelyet elfogadott az előterjesztő, csak én azt szeretném, hogy ha egyszer a törvény szövege elejétől a végéig, ha egy szövegként próbáljuk értelmezni, akkor annak belül is harmonikusnak kell lenni. Tehát ezért mindenképpen fontos lenne, hogy az egyes paragrafusba ne csak azt mondjuk ki, hogy az országgyűlésnek, vagy az országgyűléstől függ az állami számvevőszék tevékenysége, hanem más hatályos törvényektől. Mert azt már most lehet vizionálni, hogy lesznek ilyenek. Tehát, és az érdekes, hogy később egyszer maga Dancsó képviselő úr is utal erre, tehát azt gondolom, hogy mindenképpen valakinek ezt át kéne tekinteni az első fogalmazók közül, mert tudom, hogy a gazdasági bizottságnak nincs meg ehhez a felkészültsége, hogy ebből egy összefésült szöveg legyen. Tehát amikor ezt mondom, akkor viszont majdnem megint Nyikos képviselő úrral kéne egyet értem, hogy akkor nincs is értelme, hogy dolgozzunk, de tényleg én magam sem látom, aki ezt elvégzi. Szeretném a négyes pontot, Dancsó képviselő úr indítványa, amit a bizottság támogatott. Itt ugye megpróbálja kiküszöbölni azt a problémát, amit az alaptörvény 43. cikke mond, csak ebben az esetben, ha ebbe a törvénybe ezt így megfogalmazzuk és elfogadjuk, akkor az Alkotmánybíróság abban a pillanatban, amikor az alaptörvény hatályba lép, kimondhatja, hogy ez a törvény, ez bizony nem felel meg az alkotmányossági követelményeknek, mert itt most az állami és önkormányzati vagyonra szorítjuk le az ellenőrzés lehetőségét, miközben az alaptörvény, az pedig a nemzeti vagyon egészére vonatkozik. Tehát ha elfogadták Dancsó képviselőnek ezt az indítványát, akkor minimum a záró rendelkezések között szükséges lenne egy visszahivatkozás, hogy az alaptörvénynek a 43. cikk első bekezdése is megváltozik. Az ötös. Én elfogadom, lehet, hogy nem jól van megfogalmazva, hogy hogyan kell elfogadnia a háznak az állami számvevőszék költségvetését, de azt gondolom, hogy itt a parlamenti patkóban mi nem fogadhatunk el olyat. Minden feltétel nélkül egy biankó csekket aláírni évekre, hogy soha nem lehet kisebb az előző évinél. Nem tudjuk miért. Feladat, csökkenés, átszervezés, bármi lehet, vagy lehet egy nagyobb fejlesztés egy adott évbe, ami utána már nem kell, hogy a bázisba benne legyen. Tehát én kérem az előterjesztőket, hogy gondolják ezt még egyszer végig. Én azt gondolom, ha az állami számvevőszék elnöke lennék, én ennek rettenten örülnék, mert ez azt jelenti, hogy rosszul soha nem járhat, csak jól. A
következő, ami a hatos, ezt nagyon pozitívnak tartom, hogy a Pongyola pályázat helyett megjelenik az, hogy közbeszerzési eljárásban kell a könyvvizsgálót kiválasztani. Képviselő úr? Igen, bocsánat. Egy kicsit túlszaladtunk, 35 másodperccel, majd a következő körben. Köszönöm most szépen, elnök úr, Vágó Gábor képviselő úr következik második körében. Parancsoljon, képviselő úr. Rendben, most csak nagyon röviden itt a négyes ponthoz szólnék én is itt hozzá, hiszen úgy érzem, hogy azzal, hogy a nemzeti vagyon helyett csupán az állami és az önkormányzati vagyonnal felelős gazdálkodás ellenőrzésért felelős az ÁSZ, itt pont azt a feladatát veszíti el, amire hivatott volna. Mivel közpénzekből pontosan tudjuk, nem csupán az állami és az önkormányzati vagyon kapcsán beszélhetünk. Hiszen ott vannak például az önkormányzati tulajdonú cégek is. Ott vannak például az állami tulajdonú vállalatok, illetve azok a vállalatok, ahol az államnak résztulajdona van. Így hát úgy érzem, hogy nem csupán alkotmányossági aggályok vannak, hanem gazdasági felelősség is. Itt mi most mindannyian a közvagyont kell, hogy óvjuk, védjük, és kialakítani egy olyan rendszert, amely a közvagyon egészét, akár nevezhetjük ezt nemzeti vagyon egészét ellenőrizni képes. Azzal, hogy most az állami számvevőszéknek így leszűkítjük a fókuszát, azzal egy olyan dolgot kockáztatunk, hogy a jövőben még több korrupció, a jövőben még több átláthatatlanság és még több visszaélés lehet Magyarországon. Ki fogja akkor ellenőrizni azokat, azon közvagyon elemeket, amelyek beletartoznak a nemzeti vagyonba, de sem nem államiak, sem nem közvetlenül államiak, sem nem közvetlenül önkormányzati tulajdonba tartoznak. Ki fogja ezeket ellenőrizni, és ki fog azoknak a kezére rácsapni, akik a közvagyonból, a nemzeti vagyonból elvesznek? Senki. Ezért hát az a probléma, hogy amennyiben tényleg elfogadják Dancsó úr négyes előterjesztési számon található javaslatát, akkor nem csupán alkotmányossági aggályokat, de messze menő morális, politikai problémákat hoznak Magyarországra, és egy olyan helyzetben, amikor az egész társadalom bizalma megingott az államban és a kormányban köszönhetően az elmúlt 21 év kormányzásainak, akkor ezt nem lehet megtenni, hogy Magyarországon továbbá adunk lehetőségeket ilyen mutyiknak. Igenis, tisztán kell látni, az ÁSZ az legyen egy kemény szervezet, amely rácsap azok kezére, akik a közös mézes bödömből akarnak kivenni. De hogy az mondjuk nem állami, nem önkormányzati, nem közvetetten van ez az egész a rendszerben, a közpénz benne, akkor is kőkeményen az állami számvevőszéknek föl kell lépnie. És ezzel a módosító javaslattal nemhogy erősítenék az ÁSZ-t, hanem gyengítik. Ezzel a módosító javaslattal nemhogy erősítenék a magyar gazdaság és az átlátható gazdálkodás egészét, hanem éppen, hogy gyengítik. Ezzel a módosító javaslattal a mutyinak ágyaznak meg, ezzel a módosító javaslattal a korrupciónak ágyaznak meg. Hogyha valóban a tisztelt ház elfogadja ezt a négyes módosító javaslatot, akkor itt valamiféle más ellenőrzési rendszert biztos, hogy ki kell találni. Mert akkor egyszerűen ellenőrzés nélkül marad nagyon sok olyan terület az országban, ahol hát fölnáll a korrupció veszélye. Kérem szépen a tisztelt házat, legalábbis azon szerény számú képviselőt, aki még itt van benn, de remélem majd meghallgatják később is. Ne fogadjuk el ezt a módosító javaslatot, mert saját magunk alatt fogjuk ezzel a fát elvágni. Köszönöm a szót. Köszönöm szépen, képviselő. Most Nyikos László képviselő úr következik második körben. Köszönöm szépen, elnök úr. Göndör képviselő társam már említette az ötös ajánlási pontban azt a lehetetlen szándékot, hogy a számvevőszék költségvetését úgy kell megállapítani, hogy az ne legyen soha kevesebb, mint az előző évben volt. Én az általános vitában egy példát elmondtam a Domokos úrnak az információira is támaszkodva. Kimutatható, hogy az állami számvevőszék létszámán belül minimálisan 10% körüli az a úgynevezett extenzív tartalék, ami abból adódik, hogy sokkal több a
az ellenőrzést támogató, kisegítő létszám aránya, mint egy normális számvevőszéknél, mondjuk Szlovéniában, vagy ne adj Isten Finnországban. Na most ez letakarja ezt a tartalékot, ez a megoldás, és arról nem is beszélve, hogy ha csökken mondjuk a feladata a számvevőszéknek, mondjuk a helyi önkormányzatoknál még annyit sem ellenőriz, mint jelenleg. Az én szakmai álláspontom az, hogy a helyi önkormányzatok pénzügyi ellenőrzését nem a számvevőszéknek, hanem a belügyi kormányzatnak kellene végeznie. Erről több tanulmányt is írtam. És hogyha ezt elfogadná, akceptálná mondjuk a kormány, illetve a parlament, akkor csökkenne a számvevőszék feladata értelemszerűen. Más szempontból is csökkenhet, mert hogyha mondjuk a parlament hoz egy olyan észszerű döntést majd, amikor a pártok finanszírozását és támogatásáról szóló törvényt fogjuk megalkotni, hozna egy olyan törvényt, hogy azok a pártok, amelyek nem kapnak állami támogatást, azokat nem kell ellenőrizni a számvevőszéknek, minek? Nincs benne közpénz. Teljesen logikusnak tartanám. Akkor is csökken a feladat, viszont marad az a támogatás, amit az előző évben megkapott. Tehát ilyet nem szabad leírni. Én elmondtam a bizottsági ülésen, hogy akkor legalább ne fordítsuk le ezeket a passzusokat majd idegen nyelvre, mert hát az Európai Unió szakemberei hát csodájára járnának egy ilyen megfogalmazásnak. Egy tartalmi kérdést, mert ugye az én igazi problémám az, hogy a szakmai tartalma ennek a törvénynek nem világos. Mit is ellenőriz a számvevőszék? Itt olyan fogalmi kavalkád van, valóságos zűrzavar a fogalmaknak. Ellenőriz működést, fejezetek működését. Ellenőriz gazdálkodást, nemzeti bank gazdálkodását. Ellenőriz tevékenységet, ellenőriz adóztatást, pénzügyi beszámolót. Hát kérem szépen, ezek mind tisztázatlan fogalmak. Ugye Neumann János mondta, neki talán elhiszik, ha nekem nem, hogy a közgazdaságtudomány és a természettudományok között az az igazi különbség, hogy az előbbi nem használ világosan definiált fogalmakat. Hát ezt Neumann János mondta, és hogy nem definiálta volna a kettes számrendszert, akkor nem lenne számítógép a padunkon. Hát ezért fontos az, hogy miről beszélünk. Itt van egy ilyen paragrafus, és ennek speciál örülök, hogy a TB alapok pénzügyi beszámolóját ellenőrzi a számvevőszék. Valójában ez egy jó feladat, csak egyetlen egy, pontosabban kettő pénzügyi beszámolóra vonatkoztatja. Másút működést ellenőriz, hát most mit? Sőt, intézeteket, szervezeteket, intézményeket. Hát mit ellenőriz, hogy fel van-e újítva az épület, vagy működik-e a lift, vagy hányra járnak be az emberek dolgozni, vagy milyen kávét főz a titkárnő. Tehát egyszerűen nem világos, hogy költségvetésből gazdálkodó szervezeteket, intézményeket ellenőriz címszólat mi értendő. Ez teljes mértékben tisztázatlan. Kérem, egy tisztességes számvevőszék, egy jó számvevőszék az alapvetően két dolgot akar megismerni. Szabályosan használják a közpénzeket, szabályalat értendők a törvényi előírások betartása, szakmai szabályok betartása, tehát szabályos-e a közpénzek kezelése, illetve értelmes-e, kellően bölcsen használják-e a közjavakat, a közpénzeket. Ez a két alapvető feladata van. És nem ilyen zavaros fogalmak, hogy működés, meg gazdálkodás, meg tevékenység, meg társai. Azt a 20-as paragrafusban azt mondja, átveszi a hatályos törvényből a helyi önkormányzatok adóztatásának az ellenőrzését. Ez egy 20 év, 22 évvel ezelőtt oda vigyeztett, még akkor tanácsok voltak, feladat, ami ugye hát kiragad egy önkormányzati feladatot, jogosítványt a sok közül, és nem tudni, hogy miért pont ez a fontos. Hát miért nem azok az alapfeladatok szerepelnek, az egészséges ivóvízzel való ellátás, az óvodai, általános iskolai üzemeltetés, az egészségügyi ellátás, a közvilágítás, a köztemetők fenntartása, a közutak rendbetétele, és így tovább, amik az embereket érdeklik. Hát ez tulajdonképpen ez lenne a feladat a helyi önkormányzatoknál. Nem ilyen teljesen elavult és összefüggéseiből kiragadott feladat, hogy adóztatásnak a vizsgálata. Folytatni fogom, elnök, köszönöm szépen.
Köszönöm szépen, képviselő úr. Most Göndör István képviselő úr következik második körben. Parancsoljon, képviselő úr. Köszönöm szépen a szót, elnök úr. A 8-as ajánlási pontnal folytatnám. Miután a törvényben kimondják nagyon határozottan, és az alaptörvényben is, hogy az állami számvevőszék az az országgyűlés ellenőrző szervezete, akkor azt gondolom, hogy azt rögzítenünk kell, hogy az az ellenőrzési terv, amit adott évben az állami számvevőszék tervez végrehajtani, ezt minimum a költségvetés vagy a számvevőszéki ügyekért felelős bizottságnak be kellene, hogy mutassa, lehetővé kellene tenni, hogy ott erről tárgyaljanak, esetleg újabb ajánlási pontokat tegyenek. Azt gondolom, és ez ugyanúgy igaz, mint az ötösben a költség, hogy ez már olyan mérhetetlen függetlenséget jelent a számvevőszék számára, amit mi országgyűlési képviselők, akinek ez az ellenőrző szerve, ezt nem fogadhatjuk el. Én tisztelettel kérem az előterjesztőket, alaposan gondolják végig a 9-es ajánlási pontot, amely Vágó Gábor képviselő és társainak az indítványa, és én személy szerint gratulálok a képviselő úrnak, és röstellem magam, hogy mint több ciklust itt töltő képviselés, találkoztunk ezzel a problémával. Tehát valós az a probléma, amit önök itt úgy vetnek fel, hogy a képviselők egy része, jelesül önök az 1/5-öt gondolták, bizony határozhasson meg konkrét feladatot az állami számvevőszék számára, és ez a dolog igaz. Ez több ciklusban előfordult, amikor a parlamenti vitában szinte a patkó minden résztvevője egyetértett azzal, hogy most bizony jó lenne az adott ügyre az állami számvevőszéket biztatni, de sajnos csak azt lehetett, hogy egyfajta ilyen informális üzenetet küldeni a számvevőszék elnökének, hogy jó lenne, szeretnénk, ha ezzel foglalkozna. Azt gondolom, hogy sokkal korrektebb, sokkal tisztességesebb lenne, ha itt alkotunk egy szabályt, hogy a képviselők 1/5-e bizony konkrét témára is javaslatot tehet, és azt a országgyűlés ellenőrző szervezetének végre kell hajtani. A következő, a 12-es ajánlási pont. Kérem, hogy fontolják meg. Itt arról van szó, hogy a számvevőszék, állami számvevőszék elnöke tájékoztatja az országgyűlést a tevékenységéről. De azt gondolom, hogy a tapasztalatok és az ellenőrzött szervektől kapott visszajelzéseket is meg kell, hogy ossza velünk. Ahhoz, hogy mi is tanulhassunk az ellenőrzésből, mert hát ilyen céllal tájékoztat bennünket, akkor az is fontos, hogy erre milyen válaszreakciókat váltott ki az ellenőrzött szerveknél. A következőt, amit nagyon fontosnak találok, ezt vártam már az általános vitában, a 14-es ajánlási pontról beszélek, elnök úr. Én azt reméltem, hogy az általános vitában valaki az előterjesztők közül reagál arra, hogy a ma hatályos törvényben benne lévő, hogy a költségvetés hitelfelvételeit az állami számvevőszék elnöke ellenjegyzi, hogy ennek mi az indoka, miért maradt ez ki a rendszerből. Egy olyan kormány esetében, aki harcban áll az államadósság növekedésével, akkor ezt a pontot kihagyja. Tehát engedjék meg nekem, és ne vegyék udvariatlanságnak, ettől kezdve számomra hiteltelen az önök küzdelme az államadóssággal, ha nem tartunk legalább egy ilyen minimális feltételt, hogy az állami számvevőszék elnöke. Lehet, hogy erre azért nincs szükség, mert Domokos úr része a kormánykoalíciónak, de ez később nem biztos, hogy mindig így lesz. Nagyon sajnálom, hogy a 15-ös pontban, amit szintén nem támogatnak, én ajánlom az önök figyelmébe, ott helyesírási hiba volt. A helyesírási hibát javítottuk ki, és szomorúan látom, hogy a bizottság tagjainak egyharmada sem támogatja
ezt a javaslatot. Hát lehet, hogy majd később valaki a záró szavazás előtt akkor ezt a hibát talán kijavítja. A 20-as ajánlási pontra szeretnék ugrani. Ezt sem értem. Itt szintén egyharmada sem támogatja a bizottságnak azt a javaslatot, ahol azt mondom, vagy mondjuk, hogy az állami számvevőszék ellenőrzi a Nemzeti Adó és Vámhivatal bevételszerzőt, stb. Nem folytatom. Tisztelt képviselőtársaim, szintén az általános vitában elmondtam, önök alkották azt a törvényt, ahol külön megszűnt az adóhivatal, és megszűnt a VPOP. És ott a hatályba léptetőben más törvényekre is utalnak, hogy ahol adóhatóságot érint, ott a Nemzeti Adó és Vámhivatalt kell érteni, ahol vámhatóságot érintő törvény van, ott a Nemzeti Adó és Vámhivatalt kell érteni. Szóval egyszerűen érthetetlen számomra, hogyha korszerűsítik a szervezeti rendszert, és erre ezt jogszabályban rögzítjük, akkor ezt egy újabb, ráadásul az első sarkalatos törvénybe mindenképpen korrigálni kellene. Én kérem az előterjesztőket, hogy ezt gondolják végig még egyszer. Nem lenne jó. Szóval így nevetség tárgya leszünk. Köszönöm szépen, elnök úr, majd folytatom. Én is, képviselő úr. Harmadik körös felszólalásra vágó Gábor képviselő következő. Csak megkérdezem, képviselő, ez valamiféle technika, hogy 3 percet használt el az előző 6 percéből is, úgy jelentkezik harmadik körbe, vagy pedig úgy? Nem, hanem hogy logikailag összefüggő javaslatokról egy felszólalásba szeretnék felszólni. Parancsoljon, képviselő. Utókor ne lehessen összezavarni. Először Göndör képviselő úrhoz, köszönöm a szót, elnök úr. Göndör képviselő úrnak szeretném mondani, amikor azt a problémát vetít fel, hogy miért nem kaptak bizonyos javaslatok egyharmadot sem a számvevőszéki és költségvetési bizottságban. Ennek volt egy nagyon profán oka. Konkrétan egyetlen egy darab MSZP-s képviselő nem volt benne a javaslatok tárgyalásakor, így hát nagyon nehéz lett volna megszerezni az egyharmadot az ellenzéki képviselők majdnem felének hiányzásával. Tehát, hogy itt van az MSZP frakciónak is egy felelőssége, hogy miért nem tudunk majd szavazni ezekről a módosító javaslatokról, itt a nagyon sok módosító javaslatról itt a ház előtt. Na most akkor átérnék a felszólalásra. 27, 28, 30, 36, 39, 43 bingo sorszámokhoz szeretnék hozzászólni. A 27-es és a 28-as javaslatban, tehát a 27-esben Schiffer András lecövekel amellett, hogy az állami számvevőszék legyen,